a szája térségben. A Fetivizik 13 állandó tározójából 5 teljesen száraz. A vízhiány jelentős problémákat okozhat többek között a mezőgazdaságból élőknek. Nyilvánosak a ponthatárok, mintegy 1500 diák kezdi el szeptemberben a megyében felsőfokú tanulmányait. Mesterek lettek, 7 szakma képviseletében 45-en vehették át a szakmai elismerésnek számító oklevelet a megyei kereskedelmi és iparkamarában. A Fetivizik 13 állandó tározójából 5 teljesen száraz. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A csapadék szegény tél után a vízügyi igazgatóság kora tavasszal valamennyi térségbeli csatorna elzárását elrendelte, hogy nyárra ne legyen jelentős vízhiány. Az aszály azonban még így is jelentős problémákat okozhat többek között a mezőgazdaságból élőknek. Idén 30%-kal kevesebb csapadék esett, mint az elmúlt években. Ez a Felső-Tisza vidéken hiányt eredményezett mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek mennyiségében. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti most, hogy a csapadék hiány miatt nem alakultak ki árhullámok, belvizes helyzetek, így nem tudták feltölteni a tározókat. A tározók arra szolgálnak, hogy a vizeket visszatartsák, hogy az aszályosabb időszakokban, elsődlegesen az öntözés érdekében megfelelő vízmennyiséget tudjon biztosítani a Fetivizig. Az igazgatóság működési területén összességében most 13 állandó tározó található, egy hozzávetőleg 40 millió köbméter vízmennyiséget tudunk ezen tározókba betározni. Ebből jelen pillanatban egy olyan 12 millió köbméter vízmennyiség található most a tározókban, tehát látható, hogy akár a feltöltésnek a hiánya, vagy a kiadagolásnak a nagyságrendje az, ami lecsökkentette ezt a vízmennyiséget. Összességében most 5 darab belvízi tározónk teljes egészében száraz. A csapadék szegény tél után a vízügyi igazgatóság kora tavasszal valamennyi térségbeli csatorna elzárását elrendelte, hogy nyárra ne legyen jelentős vízhiány, emlékeztetett a műszaki igazgató. Kató Sándor kiemelte, az aszályosabb idő azonban várhatóan nem múlik. A következő hónapokban is az átlagosnál melegebb lesz, kevés csapadékkal. A helyzetet különböző fejlesztésekkel próbálják kezelni, többek között a beregi tározó építésével. Itt az építés folyamatos végzése érdekében most jelen pillanatban a beregi térségben nincsen vízvisszatartás. Ez a korábbi időszakban megvolt, ezek után is lehetőségünk lesz, sőt sokkal jobb lehetőségeink lesznek, hiszen magában a beruházásban olyan létesítmények valósulnak meg, amelyek a teljes beregi belvízrendszerben a vízvisszatartás, vízkormányzásnak a lehetőségét vetítik előre, sőt a beregi tározónak a megvalósulásával olyan egyéb létesítmények is megépülnek, értem ez alatt a tájgazdálkodási tápcsatornát, amely önmagában többletvíznek a bevezetésére ad majd lehetőséget a tározó területére. A műszaki igazgató helyettes hozzátette, a beregi tározó várhatóan szeptember végére készül el. Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján vasárnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriadót. Az ANTS Országos Tisztifőorvosi Hivatala és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kér mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Délelőtt 11 és délután 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon óvintézkedések nélkül. Védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények használatával. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, a házi kedvenceket a parkolóautókban. Mintegy 1500 diák kezdi el szeptemberben a megyében felsőfokú tanulmányait. Csütörtök este hozták nyilvánosságra a felsőoktatási képzések ponthatárait. A felsőfokú intézményekbe idén országszerte több mint 105 ezeren jelentkeztek, közülük mintegy 72 ezer tanulót vettek fel. Pótfelvételire augusztus 10-ig nyújthatják be jelentkezésüket azok, akik az első körben nem jártak sikerrel. Két intézményben 1470 diák kezdi el felsőfokú tanulmányait szeptembertől Nyíregyházán. A Debreceni Egyetem egészségügyi karánál felvettek többsége állami ösztöndíjas képzésben részesül a következő években. Az egészségügyi karon
ez év szeptemberében az általános felvételi eljárás során 324 jelentkező nyert felvételt. Ahogy az az országos statisztikából is kiderül, az ápolás és betegellátás alapszakasz elég népszerű a jelentkezők körében. Az országosan felvett hallgatók száma a 6. helyen van. Nálunk is nagyon jelentős a létszám, akit első évfolyamra fölvettünk. Az ápolás és betegellátás alapszakon belül továbbra is a mentőtiszt és a szülésznő képzés az, ami leginkább népszerű. A nyíregyházi főiskolára a felvett diákok 90%-a állami ösztöndíjas képzésre jutott be, minden harmadik hallgató pedig mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait. 493 nappali és 653 levelező képzéses tanulót fogad szeptembertől a főiskola. A nyíregyházi főiskola tegnapi nap során 1146 jelentkezőt vett föl, és ehhez a létszámhoz még várja a pótjelentkezőket. Minden olyan szakon képzésen megkérdettük a pótfelvételi jelentkezést, amelyekre most a tegnapi nap sikerült jelentkezőket fölvenni, és sikerült elindítanunk a képzéseket. A pótfelvételire augusztus 10-ig lehet jelentkezni, a hirdetmény a felvi.hu-n vasárnap 26-án fog megjelenni, illetve a nyíregyházi főiskola is megjeleníti a honlapján, csak elektronikusan lehet jelentkezni, külön behívást azokra szakokra, amelyek gyakorlati vagy alkalmassági vizsgához kötöttek, behívót a vizsgára nem tudunk küldeni, de a nyíregyházi főiskolán augusztus 17-én 9 órától tartjuk ezeket a vizsgákat, és a pótfelvételi döntés augusztus 26-án lesz. Az új nyíregyházi főiskolások közel fele az évek óta népszerű pedagógus képzésre nyert felvételt. Mesterleveleket adtak át pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. 7 szakma képviseletében 45-en vehették át a szakmai elismerésnek számító oklevelet. Az új szakképzési törvény értelmében a jövőben gyakorlati oktatást is csak azok végezhetnek, akik mestervizsgát tesznek. A mesterképzés célja, hogy a jelölt a magasabb szintű szakmai elismertséget jelentő mestercímet megszerezze. A mesterlevél bizonyítja, hogy annak birtokosa a szakmáját magas fokon folytatja, tehát egy diplomával felér, ugyanakkor képes tudásának átadására és fiatal szakemberek nevelésére. A megyei kereskedelmi és iparkamarában többek között cukrászoknak, fodrászoknak, villanyszerelőknek, pincéreknek és karosszéria lakatosoknak adták át a sikeres vizsgák után az elismerő okleveleket. Összesen mostani napokban majd, akik vizsgát tettek, az kb. 230 személy, ez 19 szakmát érint, ami egy nagyon nagy szám, tehát soha nem volt még ilyen mesterképzési ütem. Ebben az is közrejátszik, hogy 2015. szeptember 1-től a törvény azt mondta, hogy csak azok oktathatnak a képzőhelyeken, akik mesterlevéllel rendelkeznek. Most ebben van egy kis kitolódás, de látszik egyértelmű, ezt komolyan vették a vállalkozók, és úgy gondolom, egy jó lehetőség arra, hogy éljünk a szakmunkás tanuló képzés lehetőséggel. A mestercím viselésére olyan szakemberek jogosultak, akik a sikeres mestervizsga letételét megelőzően legalább 5 éves szakmai gyakorlatra tettek szert, és akik készek új ismeretek elsajátítására, szakmai munkájukat pedig folyamatos tudással kívánják még jobbá tenni. Szeretem a szakmámat, és szeretném, hogy a következő nemzedéket szakmára tanítani. Szeretem a gyerekeket, a diákokat is, úgyhogy én egyébként már volt tanulom, úgyhogy mindenképpen szerettem volna ezt papírformájában is megszerezni. 2016-tól a mesterlevél megszerzése alapvető elvárás lesz a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberek számára, így a kamara várja minden olyan érdeklődő jelentkezését a mesterképzésbe bevont szakmák esetében, akik készek új ismeretek elsajátítására, szakmai munkájukat pedig folyamatos tanulással kívánják még jobbá tenni. Felújítja a megyeszékhely több játszóterét a Fidelitas helyi szervezete a Nyíregyházi Fiatalok Nyíregyházáért program keretében. A kezdeményezés lényege, hogy a fiatalok figyelmét felhívja a közös értékek megőrzésére. Petneházy Attila országgyűlési képviselő elmondta, egy hasonló akciónak akár több generáció számára is lehet hasznos hozadéka. Abban mindenképpen, hogy a saját generációjának a fiatalok példát tudnak mutatni, hát abban is, hogy hogyan tesznek Nyíregyházáért, abban is, hogy lehet jól használni egy játszóteret, ecsettel és festékkel mondjuk, és nem úgy, hogy összetöröm. Ez szerintem fontos mindig elmondani. És hát egy kicsit nekünk is mutatják, hogy lehet egy kicsit Nyíregyházáért úgy tenni, hogy ez önzetlenül teszi az ember. Ahogy elnevezték a fiatalok,
köszönve itt is, hogy meghívtak engem ide, ahogy elnevezték akciójukat Nyíregyházi Fiatalok Nyíregyházáért, ha jól emlékszem. És hát ebben benne is van, hogy ők mindenféle dolgot szeretnének művelni, aminek valóban a figyelemfelhívás a többi fiatal felé nem elhanyagolható hozadéka. A Nyíregyházi járási ügyészség súlyos testi sértéssel, személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt emelt vádat egy nyíregyházi férfival szemben. A férfi házastársa sérelmére korábban elkövetett testi sértés büntette miatt felfüggesztett büntetés hatálya alatt állt. Ennek ellenére folyamatosan bántalmazta a várandós házastársát, aki több alkalommal a lakásukba is bezárt, hogy ne tudja feljelenteni. Az elkövetővel szemben a nyíregyházi járási ügyészség a hozzátartozók közötti erőszak körében megalkotott az új büntető törvénykönyvben önálló bűncselekményként szereplő kapcsolati erőszak büntette miatt emelt vádat. A büntetési tétel 1-5 évig tartó szabadságvesztés. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtható szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A 135. Anna Bállal kezdődik pénteken Nyírteleken a település várossá válásának 10. évfordulóját ünneplő rendezvény sorozat. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Nyáron a szünidő alatt megsokszorozódik a kerékpározó gyermekek száma az utakon. A rendőrség felhívja a szülők figyelmét arra, hogy kisebb gyermekeket ne engedjenek el egyedül kerékpározni, 12 éves kor alatt pedig nem is szabad főútvonalon biciklizni. Hazai pályán kezdi a bajnokságot a nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese augusztus 1-én az NB3 nyitófordulójában a 60-t fogadja. A másik megyebeli csapat, a Nyíregyháza Spartacus a 3. fordulóban látogat Nyírbátorba. A 135. Anna Bállal kezdődik pénteken Nyírteleken a település várossá válásának 10. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat. A 3 napos eseményen családi programokkal, koncertekkel és többek között tirpák ételkóstolóval is várják a látogatókat. Az Anna Bálon a hagyományoknak megfelelően megválasztják az esemény legszebbjét és 3 udvarhölgyét, akik a testvérvárosok meghívottjai közül kerülnek majd ki. A szórakoztató programok és a koncertek mellett tirpák ételkóstolót is tartanak a hétvégén Nyírteleken. 135. alkalommal rendezik az Anna napi vált itt Nyírteleken, és ez pénteken fog sorra kerülni ennek a lebonyolítása, ami szívek táncával és nagyon-nagyon sok egyedi dologgal az óvoda rendezésében fog nagyon sok boldogságot jelenteni azoknak, akik eljönnek erre a rendezvényre. A 10., az pedig a város 10 éves, és ehhez kapcsolódnak a szombati, illetve a vasárnapi rendezvények, amelyeket már a pénteki Anna napi bál bevezet. A szombati nap folyamán a fiatalabbakat, a gyerekeket várjuk sportrendezvényekkel, vidám játszóházzal, illetve különböző koncertekkel, a nap végén pedig majd Szikora Róbert, illetve a Bikini együttes fogja szórakoztatni a közönséget. A szombati koncertet követően az elmúlt évek legnagyobb tűzijátékára készül a város, vasárnap pedig családi programokkal, népi játékokkal, többek között fogadhajtó versennyel és íjász bemutatóval várják a vendégeket. Nyáron a szünidő alatt megsokszorozódik a kerékpározó gyermekek száma az utakon. A rendőrség felhívja a szülők figyelmét arra, hogy kisebb gyermekeket ne engedjenek el egyedül kerékpározni, 12 éves kor alatt pedig nem is szabad főútvonalon biciklizni. A rendőrség tanítási időben rendszeresen tart olyan foglalkozásokat és vetélkedőket, amelyekkel a gyermekek és a pedagógusok közlekedési ismereteit is fejlesztik. A KRESZ szabályok mellett a kerékpár biztonságos kezelését is tanítják a gyerekeknek. A szünidőben ugyanis megnő a biciklivel közlekedő fiatalok száma a kerékpárutakon és az utakon. Ilyenkor nyáron a szünidő miatt nyilván nagyon sok gyereknek a felügyeletéről nehezebben vagy egyáltalán nem tudnak gondoskodni a szülők, önállóan közlekednek a gyerekek, és ez jelenthet egy fokozottabb veszélyforrást. Éppen ezért gyűjtöttük csokorba a legfontosabb tanácsokat, elsősorban a szülők számára.
Talán a legfontosabb az, hogy kisebb gyereket ne engedjünk önállóan közlekedni, kerékpárral sem. Tudni kell, hogy 12 éves kor alatt főútvonalon nem is szabad kerékpározni, de 12 évesnél idősebb gyerekeknél is a szülő minden esetben, mielőtt útjára engedi önállóan közlekedni, akár kerékpárral, akár máshogy, győződjön meg arról, hogy a gyerek ismeri a legfontosabb közlekedési szabályokat. Az alapvető közlekedési szabályok, a lámpák és a zebrák megfelelő használata mellett fontos, hogy a gyermek uralja a kerékpárt, tudja azt biztonságosan hajtani, tudjon kanyarodni és fékezni, valamint a bicikli is megfeleljen az előírásoknak. Fontos tehát a kerékpár műszaki állapota, fontos a látni és látszani elv, legyen megfelelően felszerelve a kötelező tartozékokkal a bicikli, ezek közül a legfontosabbak az első hátsó lámpa, első hátsó prizma. Sokan azt gondolják, hogy a világító berendezések csak éjszaka fontosak, ez nem így van, hiszen nyáron egy hirtelen jött viharban olyan látási viszonyok alakulhatnak ki, hogy napközben is lehet szükség ezekre a lámpákra, tehát ha mondjuk a strandra indulunk a biciklivel reggel, elképzelhető, hogy délután már olyan időben jövünk vissza, hogy szükség lehet a lámpákra és a prizmákra. A kerékpáros sisak nem kötelező tartozik, de a rendőrség mindenki számára ajánlja a viselését, hiszen, mint ahogy azt Fülöp Gerge is elmondta, életet menthet. Hazai pályán kezdi a bajnokságot a Nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese augusztus 1-én az NB3 nyitófordulójában a 60-t fogadja. A másik megyebeli csapat, a Nyíregyháza Sport a 23. fordulóban látogat Nyírbátorba. Az átigazolási időszakban 6 játékos távozott Nyírbátorból, helyükre 6-an érkeztek, így 17 mezőnyjátékossal és 3 kapussal várja a rajtot Kovács János együttese. A felkészülési meccseken eddig nem szenvedett vereséget a csapat, a Nyíregyháza Spartakusszal 3-3-at, a Kisvárdával és az Ibránnyal 1-1-et játszott a Kambruszék, a Cigándot pedig 3-1-re verte a Bátor. Posztokra kiszemelt játékosaink voltak, tehát azt mondom, hogy bízom benne, hogy sikerült pótolni a távozókat, hisz elég rutinos játékosok hagyták abba, illetve távoztak a klubtól. Egy picit úgy szerkezetileg is át kell alakítani a csapatot, próbáltuk megmagasítani, mert eléggé sok olyan kellemetlen helyzet volt a tavasz folyamán, amiből sok olyan gólt kaptunk, ami elkerülhető lett volna, hát ezzel változtattunk, bízom benne, legalábbis ebből a szempontból indultunk ki. Hát, hogy az eredmények majd mit mutatnak, azt a bajnoki rajt után tudjuk megmondani, hisz nagyon közel volt a nyári felkészülés, és kevés idő volt a pihenésre is. Folyamatában azt mondom, hogy a célnak megfelelően haladunk. A héten kiderült, hogy 17 csapat alkotja az NB3 keleti csoportjának mezőnyét. Mivel több új együttes is van a csoportban, egyelőre nem lehet tudni, hogyan alakulnak majd az erőviszonyok. Tudom, hogy van 3-4 csapat, aki a bajnoki címért száll harcba Nyíregyháza mögött, illetve hát ugye tudjuk, hogy 2 feljutó lesz. Itt a Kazincbarcik, a 60 és a Jászberény, akik az elmúlt időszakban, és sőt a Putnak is, Cigánd, ugye, ezek mind olyan csapatok, akik bejelentkeztek a pozíciókért. Hát én is nagyon kíváncsian várom, és akkor nem beszélve arról, hogy ide került a Reac, még a Ákos mentélyese, a Tája, vagy akár bármi csapat, Újpest 2, tehát nem egy sétagalop lesz ez a bajnokság, viszont meg fogunk felelni az elvárásoknak, én úgy ítélem meg. A Nyírbátor a nyitófordulóban augusztus 1-én a 60-t fogadja, a 3. fordulóban pedig a Nyíregyháza Spartakusz látogat a Sportutcai pályára. Kovács János együttese szombat délután 17:30-tól a Tuzsér ellen tartja a bajnoki főpróbát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A Fetivizik 13 állandó tározójából 5 teljesen száraz. A csapadékszegény tél után a vízügyi igazgatóság kora tavasszal valamennyi térségbeli csatorna elzárását elrendelte, hogy nyárra ne legyen jelentős vízhiány. Az aszály azonban még így is jelentős problémákat okozhat többek között a mezőgazdaságból élőknek. Közel 1500 diák kezdi el szeptemberben a megyében felsőfokú tanulmányait. Csütörtök este hozták nyilvánosságra a felsőoktatási képzések ponthatárait. A felsőfokú intézményekbe idén országszerte több mint 105 ezeren jelentkeztek, közülük mintegy 72 ezer tanulót vettek fel. Pótfelvételire augusztus 10-éig nyújthatják be jelentkezésüket azok, akik első körben nem jártak sikerrel.
Mesterleveleket adtak át pénteken a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. 7 szakma képviseletében 45-en vehették át a szakmai elismerésnek számító oklevelet. Az új szakképzési törvény értelmében a jövőben gyakorlati oktatást is csak azok végezhetnek, akik mestervizsgát tesznek. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták. Friss hírekkel hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalóval, a krónikával várom majd önöket. Híreinket természetesen addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, eleinte még folytatódik a hőség, majd szombaton este felé egy hideg front éri el a Kárpát-medencét északnyugat felől, záporok, zivatarok addig is kialakulnak, helyenként nagy mennyiségű csapadékot, szélerősödést és átmeneti lehűlést okozva. Éjjel erőteljes gomoly felhő képződés várható, zápor szorványosan valószínű, a változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is előfordulhat. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható, főleg a délutáni esti óráktól zápor több helyütt kialakulhat, helyenként zivatar is lehet, néhol felhőszakadással, jégesővel. A déli, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap a hideg front tovább vonul kelet felé, mögötte szárazabb, több fokkal hűvösebb levegő érkezik, országszerte mérséklődik a nappali felmelegedés, már csak délkeleten emelkedhet helyenként 30-31 fokig a hőmérséklet. A sokfelé erős lökésekkel kísért északnyugati szél is csökkenti hőérzetünket, napközben csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de főleg keleten eleinte helyenként még számítani lehet záporra, zivatarra. A következő napokban a napsütés mellett időnként megnövekszik majd a felhőzet, de viszonylag kevés helyen alakulhat ki záporeső, zivatar. A csúcs hőmérséklet főleg délen és keleten sokfelé meghaladhatja majd a 30 fokot.